valaki csak annyit szeretne, hogy TT legyen, és szinte mindegy neki, hogy ez 1, 2 vagy 3, látszik-e esetleg azzal kapcsolatban valami, hogy melyik az, ami legjobban sikerült, ahogy itt mondani szokták? Tehát mi az, ahol a legtöbb váratlan hiba merül föl, és mi az, ahol a legkevesebb? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Itt az látszik a 3 generációból, hogy az első esetén viszonylag gyakoriak a meghibásodások, tényleg még van egy ilyen arányszámunk is, hogy hány karbantartásos szervizlátogatás, ugye a karbantartás jelenti azt, amikor olajcsere, fékcsere, kuplungcsere, tehát a kopófogyó alkatrészek, hány ilyenre jut egy olyan szervizlátogatás, amikor valamilyen meghibásodás történik. Ez lehet nagyon apró is, tehát egy kapcsoló elromlott, de lehet motorcsere is, tehát ebben minden benne van, és ebben az arányszámban egyébként a legelső generáció, ugye a 98-2006-ig gyártott autónak 1,9, tehát 1,9 szervizlátogatás, sőt egy javítási szervizlátogatás. A második generáció már 2,5 arányaiban, tehát itt sokkal jobb az arány. Az olyan hiba, ami a jármű mozgásképtelenségével jár, tehát hogy, ami miatt nem tudjuk beindítani az autót, az 0,9%-os arány az első generációnál, és 0,2% a második generációnál. Az első generációnál jellemzően olyan elektronikai hibák, amik mondjuk lemerítik az akkumulátort, és ezért nem tud beindulni, illetve az üzemanyagellátással, tehát tápszivattyú például, kapcsolatos hibák miatt nem tud beindulni, ezek a legjellemzőbbek. Az látszik, hogy az első generációnál sok kis apróbb hibáról van szó, tehát hogy gyakrabban kell javítás miatt szervizbe járni, de sokkal kisebb összegű javításokra. Míg a második generációnál azért be tudnak csúszni nagyobb javítások, sőt egy karbantartás is sokkal több. Ha belegondolunk egy DSG-s modell esetén, úgyhogy DSG, olajcsere, szűrőcsere, mondjuk akkor tegyünk hozzá egy fékbetét cserét, egy féktárcsa cserét. Ez egy sima karbantartás, és 700 ezer forintos számla is kijöhet a végén, hogyha jó minőségű alkatrészekkel, tehát hogy viszonylag drága tud lenni. Egyébként az első és a második generációban is a 3-2-es V6-os tűnik a legmegbízhatóbbnak a statisztikai adatok alapján. A harmadik generációról pedig egyébként még nincsen sok adatunk, tehát átlagban 120 000 km a futás teljesítménye az adatainknak, amik vannak a rendszerben. Itt az látszik, hogy minden negyedik olajcserénél jön elő valamilyen problém, ugye ez a harmadik legújabb generáció. Végül is logikus is, hogy a legújabban van a legkevesebb gond. Ami jellemző hibának tűnik, az a termosztát környékén jelentkező fagyálló folyás, és ez egy ilyen 370 kötője 470 ezer forintos javítás mindennel együtt. Fontos kiemelni, hogy az adatainkban még látszódik egy olyan tendencia is, hogy vannak olyan jellemzők, mert hogy egyébként kapcsolatban léptünk külföldi szerviz szoftvereknek a tulajdonosaival is, akik hasonló adatokat tudnak ugye leszenni a rendszerbe. Magyarországhoz képest például Nyugat-Európában a futóműből eredő meghibásodások sokkal kisebb aránya jelentkeznek, illetve például délen, tehát Olaszországban és Spanyolországban pedig az elektronikai hibák jelentkeznek sokkal kisebb valószínűséggel. A nedvesség, amit mondtál. A nedvesség lesz itt a rúdó. Hát nyilván az elektronikánál ez elég könnyű kikövetkeztetni. A futóművek pedig nyilván a jobb útminőség a Nyugat-Európában. Igen, jogos, mert az általános útminőség azért általában jobb, de én azért ide még oda tenném azt is, hogy legalábbis az én fejemben ez úgy is összerakható, hogy lehet, hogy hamarabb kerül karbantartásra egy futómű, míg Magyarországon lehet, hogy inkább megvárjuk, míg elromlik. Erre a jó példa pont az Audi TT-nél, az első generációra jellemző ez, hogy a féltengely gumiharang, hogyha azt időben cseréljük, ilyen 2-3 évente ez előjön, akkor nem kell egy drágább féltengely cserével számolnunk, mert hogy ugye nem kopik ki a csukló. Nem kopik ki, így van. Thank you.